Доброго всім весняного дня. Сьогодні понеділок, 21 березня, 26-й день війни. Застосував, за попередніми даними, гради. Було випущено по Народицькій територіальній громаді, по населеному пункту Селець. Ми приїхали з Житомира. Житомирból érkeztünk, rendszeresen átéltünk légi csapásokat, nagyon ijesztő volt. Csak ülsz és azon gondolkodsz, hogy vajon hova fog becsapódni a rakéta. Eltalálhat-e téged is? És hallod azokat a borzasztó hangokat? Hallod, ahogyan suhannak a rakéták? A házunk közelében is volt robbanás. Éreztük, hogy reng a föld. A házunk is mozgott. Nagyon megijedtünk. Nem tudtuk, hogy mit tegyünk. Ezután értettük meg, hogy addig kell elmenekülnünk, ameddig van rá lehetőség. Nem tudtuk, mi vár ránk, de már a határon kellemes fogadtatásban volt részünk. Mindenben segítettek, az irataink rendezésében is segítettek, elmondták, hova menjünk. A repülőterünket többször is támadták, mindent megsemmisítettek, a polgári és a katonai légikikötőt is. Ott a városunk központja, a megyei közigazgatás épülete, iskola, lakóházak. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt menedéket kaptunk, biztonságban lehetünk. Alissa nehezen viselte. Olyan idegrohamai voltak, hogy azt hittük, epilepsziás lesz. Reszketett, elfehéredett. Egyetemista vagyok. A városomban található egyetemen tanulok. Tolmács leszek. Jelenleg távoktatás van. Természetesen szeretnénk hazamenni. Megvárjuk, míg béke lesz. Azután hazamegyünk.